Sztrájkolni is készek a debreceni tevagyár dolgozói, ha nem kapnak megfelelő béremelést. Ma napközben tüntettek az alkalmazottak, azt mondják, hogy 100 000 forinttal keresnek kevesebbet a debreceni tevagyógyszergyár dolgozói, mint más hasonló munkakörben dolgozó kollégáik az országban. A cég vezetése 7%-os emelést ajánlott, ami a szakszervezet szerint kevés, de hiába próbáltak egyeztetni, a tárgyalások 5 óra után befagytak. A szakszervezet sztrájkbizottság felállítását készíti elő. Fognak jönni. Béremelést követeltek a debreceni tevagyár munkatársai, akik órákon át várták a gyógyszeripari üzem parkolójában, hogy sikerül-e olyan kétszámjegyű fizetésemelést kiharcolni, amit el tudnak fogadni. A cég menedzsmentje egyelőre 7%-os emelést ajánlott, de ez azért is kevés, mert a debreceniek állításuk szerint 100 000 forinttal keresnek kevesebbet, mint más vegyipari dolgozók. Nagyon fontos az, hogy a kollégák demonstrálják azt, hogy elszántak abban, hogy az idei évben érdemi béremelés legyen. Én nagyon bízom benne, ha most a tárgyaló fél szünetet kért, nagyon bízom benne, hogyha visszamegyünk, lesz elmozdulás, hiszen most, amikor eljöttünk, nagyon-nagyon befeszültek az ajánlatok. Több százan várták a tárgyaló delegáció tájékoztatását, akik a demonstráció idején is folyamatosan egyeztettek a gyárvezetőivel. Olyan béremelési rendszer elvekhez kötik, amivel szinte ellenőrizhetetlen, hogy ki mennyi béremelést kap. És önök mit kérnek? Mi alapnak gondoljuk, hogy mindenki egy fix béremelést kapjon, amivel mindenkinek egy összegben nő a bére, és ezen fölül pedig értékelés alapján egy másik béremelést hajtsanak végre. A tüntetők azt mondták, hogy szerintük az itt dolgozók többet érnek annál, mint amennyire becsülik őket. Annak a bére ezzel a felelősségteljes és nem veszélytelen munkával nem itt kellene, hogy járjon. Az, amit a vezetés elkövetett, különböző hibákat, az nem a mi sorunk. Mi mindent letettünk az asztalra, ami eddig rajtunk múlott. A tárgyalások a kora esti órákban véget értek, az álláspontok nem közeledtek, ezért a szakszervezet kilátásba helyezte, hogy sztrájkbizottságot alakítanak, ami után akár munkabeszüntetéssel is nyomatékosíthatják a követeléseiket.